Az ember időtlen idők óta fürkészi a csillagokat. Mindig is érdekelt bennünket a világegyetem. Mi van a távoli messzeségben? Honnan ered a világ? És mi magunk honnan származunk? A világűr az új óceán, mondta annak idején Kennedy elnök, és az ember ma már több mint fél évszázada kutatja ezt az óceánt. Eközben halálos környezetben jár, ahol hideg, forróság és kozmikus sugárzások várják. Ám a világűrben leselkedő egyik fő veszélyforrása maga az ember. Az űrhajósokat és műholdakat fenyegető űrszemetet ő szórta el. Ez itt az űridők, és Ulrich Walter, német tudós és űrhajós. Ő pontosan tudja, milyen hihetetlen csodák várnak ránk a világűrben. Űridők! Ez az ablak attól sérült meg, hogy eltalálta valami. Nem igazán, csak hogy ez a 400 kilométerrel a Föld felett keringő ISS nemzetközi űrállomás egyik ablaka. Az űrszemét apró darabja vágódott neki az ISS-nek, másodpercenként 8 kilométeres sebességgel. Ilyen törmelékek százezrei veszélyeztetik a Föld körüli pályán tartózkodókat, és bármelyik katasztrófát okozhat. Az űrhajózás kezdetei óta az ember is teleszemetelte a világűrt. A műholdak, az űrhajók és a nemzetközi űrállomás folyamatos veszélyben vannak. Ezek a törmelékek eltalálhatják, megrongálhatják, sőt, akár meg is semmisíthetik őket. Az űrhajósokat emellett a kozmikus sugárzás veszélyezteti. A nap akár meg is ölheti az űrben tartózkodó embert. Az űrutazás veszélyes, nagyon veszélyes. És én igazán tudom, miről beszélek. Ott van például a hírhet űrszemét. Sok milliónyi roncsdarab, ami a Föld körül kering. Ami azt illeti, ezt a problémát csak saját magunknak köszönhetjük. De vannak egészen más veszélyek is. Például a kemény galaktikus kozmikus sugárzás, ami károsítja a DNS-ünket. Vagy a nap kitörései, amelyek fléreket keltenek, de ezek a veszélyek nem végzetesek, mert lehet védekezni ellenük. A világűr az ember számára még mindig egy feltérképezetlen határvidék. És minden űrutazás kockázatos. Kockázatos utazás. A világűr veszélyei. 2009. március 12-én riadóztatják az űrállomást. Ütközési pályán közelít felé egy roncsdarab. A találat valószínűsége alig egy ezrelék. Az űrhajósok mégis biztonságba helyezik magukat az ISS-hez kapcsolt Soyuz űrhajó kabinjában. Három olyan vészhelyzet létezik, ami tényleg nagyon kritikus, és azonnali reakciót követel. Ha tűz üt ki, ha szennyezetté válik a levegő, vagy ha nyomáscsökkenés lép fel, például egy törmelék darab becsapódása miatt. Ilyenkor mindenkinek ismernie kell a teendőket, és azonnal cselekedni kell. Ilyenkor nem hibázhatunk. Az ISS útvonalát folyamatosan keresztezi a veszélyes űrszemét. A 2009 márciusi törmelék mintegy 13 cm méretű volt. Alig 4,5 kilométeres távolságban suhant el az űrállomás mellett. A legkisebb ütközés is végzetes lehetett volna. Ahhoz, hogy pályán maradjanak, a testeknek nagy sebesség kell. Körülbelül 7,5 kilométert kell megtenniük másodpercenként. Ez nagyon gyors. 28.000 km per órának felel meg. Ha ekkora sebességgel találkoznak a testek, az ütközési sebesség akár a 40.000 km per órát is elérheti. Tempónál még az aprócska tárgyak is akkora hatást keltenek, mint egy puskagolyó. Valójában nem is lövéshez hasonlítható, az energiája inkább akkora, mintha kézi gránát robbanna. Egy porszemnyi részecske is hatalmas károkat okozhat, és egészen váratlanul. Olyan nagy a sebesség, hogy nem látni, mi közeledik. Tegyük fel például, hogy egy ilyen űrszemét darab, egy csavar érkezik pont a mi pályánkon, és nem lehet elkerülni. Egy csavar túl kicsi, nem lehet észrevenni. Szóval semmit sem tehetsz. Emiatt is követik nyomon az összes odafönt röpködő törmeléket, és nagyon óvatosnak kell lenni, nehogy az űrállomást vagy bármelyik műholdat eltalálja az egyik ilyen szilánk.
A nagyobb testeket folyamatosan radarral követik. Ha esély van rá, hogy egy nagyobb darab keresztezze az ISS pályáját, akkor kitérő manővert végeznek az űrállomással. A kisebb, ismeretlen tárgyaktól azonban magának az ISS-nek kell megvédenie a lakóit. Az állomást ezért pajzsok védik, főleg abból az irányból, amerre repül. Ezek a pajzsok nagyjából 1 centiméteres méretig védenek a becsapódás ellen. Ez a túlnyomásos lakómodulokra vonatkozik. Azokat szerelték fel védőpajzsokkal. Más szóval az ISS biztonságban van a kisebb testek ellen. Ami pedig 10 centiméternél nagyobb, az már a Földről azonosítható. Ilyen esetben az egész űrállomással tesznek kitérő manővert. Tehát az 1 és 10 cm közti testek számítanak igazán veszélyesnek. A földi távcsövek kalibrálásához ezért mérőtesteket helyeznek ki a világűrbe az ISS-ről. Ezek a mini műholdak rövid idő után elégnek a légkörben. Nem minden űrszemét egyforma. Attól függ, hogy mekkorák a darabkái és hogy hol találhatók. Minden, nagyjából 1 centinél nagyobb darab potenciális veszélyt jelenthet a műholdakra nézve. Ezek minden szétzúzhatnak. Némelyik darab akár több méter átmérőjű is lehet. Az űrszemét viszont elég egyenletesen oszlik el, tehát a világűr bármely pontján megtalálható bármelyik típus. Szóval, hol is van ezek a darabkák. Nos, főként egy körülbelül 1000 kilométeres magasságig húzódó héjban a Föld körül. Ebben a tartományban található az űrszemét nagyjából 90%-a. Hogy miért? Egyszerűen azért, mert a műholdak többsége meteorológiai és távérzékelési feladatokat végez, ehhez pedig a Földhöz közel kell lenniük, különben nem látják jól az időjárást és a Föld felszín részleteit. Van egy másik, egészen máshol található tartomány is, az egészen 36 000 kilométer magasan húzódó geostacionárius pálya. Itt úgy sorakoznak egymás mellett a műholdak, mint egy gyöngysor szemei. Ennek az a magyarázata, hogy pontosan egyforma sebességgel kell keringeniük a Föld körül, ezért csak korlátozott számú hely marad. De ott is sok döglött műhold van, ezek ma már valamivel távolabb keringenek, tehát két gyöngysorunk van egymás mögött. Amíg működő műholdak vannak közelebb a Földhöz, azok, amelyek már nem működnek, távolabb. Minden űrszemét, ami a két tartomány között található, a navigációs vagy katonai műholdak maradványai erősen elnyúlt pályákon kering, belülről kifelé. Az összes nagyobb tárgyat ismerik már, és folyamatosan követik a pályájukat. Ez az űrállomás lakóinak életbiztosítása. Az ISS pálya elemeit természetesen nagyon pontosan ismerik, folyamatosan mérik és figyelik. Ezt a pályát összehasonlítják annak a mintegy 17 500 objektumnak a pályájával, amelyeket rendszeresen figyelnek és egy amerikai katalógusban regisztráltak. Némelyiküknek olyan a pályája, hogy megközelítheti az ISS-t. Ezeket leválogatják a katalógusból, és folyamatosan összevetik a mozgásukat az űrállomás pályájával. Ha egy ilyen objektum megközelíti az ISS-t, és az ütközés kockázata 1 a 10 000-nél nagyobbra tehető, akkor az űrállomás kitérő manővert végez. A személyzet ezt jól ismeri. A kitérő manőver végtása nem valamiféle gyorsítást vagy fékezést jelent. Egy-két percre beindítják a hajtóműveket, és már is megvan a pályamódosító művelet. A vészhelyzeteket sokszor gyakorolják. Minden olyan precizitással megy, akár egy svájci óramű. Pontosan azt teszed, amit begyakoroltál. Őszintén szólva, nem sok különbség tapasztalható a gyakorlat és egy éles vészhelyzet között. Ha már nincs idő kitérő manőverre, akkor a személyzet a mentőcsónakba húzódik vissza, az ISS-hez dokkolt két Soyuz űrkabinba. Az embereket meg kell védeni, ha ne talán egy darab tényleg eltalálná az állomást. Ilyenkor a személyzetnek a Soyuz kabinokban kell tartózkodni. Ha baj van, csak lezárják az ajtót, aztán leválnak és biztonságban visszatérnek a Földre. Eddig még soha nem volt ilyen vészhelyzet.
Tegyük fel, hogy az ISS fala 10 cm vastag alumíniumból lenne. Ha egy közönséges 1 cm-es darab csapódik bele, akkor az ilyen roncsolást okoz. Ez a szimulált sérülés egy másodpercenként 7 km-es sebességgel becsapódó golyótól ered. Nagyjából ekkora a keringési sebesség odafönt. Láthatják, hogy mekkora kárt okoz. Körülbelül 5 cm mély lyukat üt. Az űrállomásnak azonban nyilván nem lehet 10 centi vastag a fala. Túl nehéz lenne, szóval másfajta megoldás szükséges. Ezért fejlesztették ki a hármas védőpajzsot. Miről is van szó? Három egyenként nagyjából 2-3-4 mm vastag falat készítenek. Az első falnak szét kell zúznia az érkező részecskéket. Ilyenkor egy törmelékcsomó keletkezik, ami a második pajzsba vágódik. A második fal már képes feltartóztatni ezt a törmeléket. Azt tehát nem tudja átütni a harmadik, általában nagyon vékony falat, ami az űrállomás belső nyomását tartja meg. Szóval így működik a dolog. Az egész űrállomás ilyen hármas pajzsal van felszerelve. A külső héjat folyamatosan ellenőrzik, mert ez az űrhajósok legfontosabb védvonala a kisebb meteoritok vagy roncsdarabok becsapódása ellen. Az űrkorszak 60 éve a Sputnik felbocsátásával kezdődött. A Sputnik felbocsátása után nem maradt az űrben semmi hulladék. Mai mértékkel mérve a Sputnik 1 küldetése teljesen hibátlannak tekinthető, elérte a célját. A műhold és a Sputnikot végső pályára állító rakétafokozat hamarosan visszatért a földi légkörbe. Az 1960-as évektől aztán eljött az űrrepülések virágkora. Egyre több rakétát indítottak a világűrbe. 1961 áprilisában egy orosz Vosztok rakéta vitte föl az űrbe az első embert, Jurij Gagarint. Ővele kezdődött az emberes űrrepülések korszaka. És minden egyes indítással újabb és újabb űrszemét kerül pályára. Gagarin rakétájának több mint 2000 darabkája még évekkel később is a Föld körül kering. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA is otthagyta nyomait a világűrben. Egyre nagyobb teherbírású rakétáik egyre több szemetet szórtak szét odafönt. A hőskorszakban senkit sem érdekelt a dolog. Főleg a rakéták utolsó fokozatai okoznak gondokat. Csupa, ketyegő, időzített bomba. A roncsok első keletkezési hulláma a 60-as évek elejére tehető. 1961-ben például darabjaira szakadt egy rakéta utolsó fokozata, és ez a roncs máig gondokat okoz. Egy olyan rakéta fokozat, amit 10 perces élettartamra terveztek, ennyi idő kell, míg a Földről eljut a világűrbe. Arra viszont már senki sem gondolt, hogy mi lesz, ha egy ilyen rakéta évekig vagy évtizedekig odafönt marad. Az űrben szélsőséges körülmények uralkodnak, hatalmas hőmérsékleti különbség lép fel, amikor a Föld árnyékából kilépve sütni kezd a nap, majd megint, ha az űreszköz újra árnyékba kerül. Ez naponta többször is megtörténhet vele, néha perceken belül. Egyetlen anyag sem képes hosszú távon ellenállni ilyen hatásoknak. A tartályaiban még maradt némi nyomás. Mikrometeoritok záporoznak rá. Atomos oxigén és ultraibolya sugárzás éri minden, ami anyagkifáradást okozhat. Csak időkérdése, hogy ezek a tárgyak maguktól szétessenek. A mai roncsok nagy része tehát nem ütközésekből, hanem ilyen feldarabolódásokból származik. A gondokat máig sem sikerült megoldani. Szinte minden hordozó rakéta szétszór az űrbe némi szemetet. Mégis miféle hulladékok kerülnek a világűrbe, és hogyan tűnnek el onnan? Nézzünk csak meg egy rakétaindítást. Szóval elindul fölfelé a dolog, és leválik róla az első fokozat. Ez visszahullik a Földre, esetleg ejtőernyővel, és akkor újra felhasználható. Ez még nem személy. A legfelső fokozat kijut a világűrbe, ahonnan parabolikus pályán tér vissza. Egy része elég, a maradék fém pedig újraértékesíthető. Tehát ez sem igazán szemét, de most jön a lényeg.
A legfelső rész, a burkolat, a műholdat körülvevő védőköpeny. Ez ott marad a világűrben, pár hónap múlva tér csak vissza. Egy vékony fémburok, ami teljesen elhamvad a légkörben. Tehát ez sem probléma. Ugyanakkor viszont sok apró csavar és festékrészecske is kikerül az űrbe. Ezek ott keringenek tovább, sok kilométert megtéve egyetlen másodperc alatt. Egyetlen ilyen apró méretű milliméteres szemcse is elég, hogy átüsse a karom. Pontosan ezért rendkívül veszélyesek. Amikor később újra belépnek a légkörbe, ezek a festékszilánkok és csavarok persze mind elégnek. Kivéve az olyan nagyméretű dolgokat, mint például egy távcső üveglencséje. Ez érintetlenül nagy sebességgel csapódik be a föld felszínébe. Szóval, a tárgyak összetételétől is függ, hogy mi lesz a végső sorsuk. A probléma valódi léptéke az űrrepülőgépek első útjai után mutatkozott meg igazán. A NASA temérdek nyomot talált a gépeken, ami mind-mind törmelék részecskék ütközéséből származott. Főleg, amint egy 600 km magas pályán keringő űrtávcsőhöz indított küldetések után. Miután landolt az űrrepülőgép, rengeteg kis krátert fedeztek fel az ablakain és más alkatrészein. Ugyanígy néztek ki a Hubble űrtávcső földre visszahozott napelemei. Is. Az ISA laborjában végzett vizsgálat több ezer apró mélyedést, mikrométeres méretű krátert talált rajtuk. Pár darab milliméteres méretű és több szabad szemmel tisztán kivehető is akadt. Ez annak bizonyítéka is, hogy ilyen nagy magasságú pályán milyen komoly a veszély. Közben a jelenség a hollywoodi filmeseket is megihlette. Explorer, itt Kowalski. Már én is látom a törmeléket. Ez egy távközlési műhold. Gyorsan el kell húznunk innen. Kapcsolódjon! Jól van, segítsek! Nem, ne vágja el! Megsérült, Karim megsérült! Explorer, vétel! Explorer, vétel! Szóval mi az igazság abban, hogy az űrből jövő roncsok verik szét az űrrepülőgépet és az űrállomást, mint a Gravitáció című film iménti képsorain? Nos, a forgatókönyv szerint egy roncsdalap találta el valamelyik műholdat, mire az is széthullott, és ezáltal ezer számra keletkeztek újabb törmelékek. Persze ezek a darabok is másodpercenként 7-8 kilométeres sebességgel szállnak és szétszóródnak. Egy nap múlva már körülbelül 300-400 kilométer széles felhőt alkotnak. A törmelékek lassan egy gyűrűvé oszlanak szét a keringési pálya mentén. Más szóval viszonylag csekély az esélye annak, hogy sok-sok roncsdarab találjon el, már ha eltalál. Jóval valószínűbb, hogy csak egy lesz. De az 8 km per másodperccel, hogy ez mennyi? Nos, ha egy másodperc múlva ér ide, akkor még nem is látom, annyira kicsi. Egy másodperc múlva viszont már el is talál, vagyis a száguldó roncsokból semmit sem látnánk. Ellentétben azzal, amit a film mutat. Az űrszemét nem csak az űrhajósokat veszélyezteti. Ma már 1000-nél több aktív műhold kering a bolygón körül. Távközlési, meteorológiai és távérzékelő műholdak. Több mint 30 darab szolgáltatja a GPS-es helymeghatározó rendszert. Minden modern mobiltelefon az űrből érkező adatokat dolgozza fel. Emiatt bármelyik műhold kiesése egyenes hatással lehet bolygónk életére. Egyszerűen nem lehet elég világosan kihangsúlyozni, hogy mennyire függünk az űrtechnikától. Mindannyian használjuk az autóban a műholdas navigációt, anélkül, hogy észrevennénk, a jelek az űrből jönnek. A tévéműsort is műholdas csatornán keresztül kapja ma szinte mindenki. Teljesen magától értetődőnek tartjuk az időjárás előrejelzést, az egész éghajlatkutatás műholdas rendszereken alapul. Erős függőségben vagyunk az űrből érkező szolgáltatásoktól, csak hogyha nem szakítunk az eddigi gyakorlattal, és nem teszünk valamit, akkor pár évtizeden belül már nem fogjuk tudni használni a világűr egyes tartományait. 2009. februárjában egy orosz Kozmosz műhold ütközött az Iridium távközlési holddal. Hihetetlen katasztrófa volt.
Óránként 40 ezer kilométer per órás tempóval ütközött össze a két műhold. Bár az ütközés csak rézsutos volt, mégis 3000 roncsdarabot eredményezett. Utólag már jól rekonstruálhatók az események. Ilyen sebességű ütközésnél hatalmas lökés hullám fut végig a műholdak testén, és többé-kevésbé teljesen darabjaikra szakítja azokat. Miután megtörténik egy ilyen katasztrófa, a maradványok szétszóródnak a műhold pályája mentén. A kialakuló törmelékfelhőt az égi mechanikai hatások oszlatják el úgy, hogy szétterüljön a pálya mentén. Ez egy-két napon belül megtörténik. Ezután már a föld lapultsága miatt fellépő hatások is érezhetővé válnak, és a roncsok pályasíkjai lassan elfordulnak. Hónapok vagy évek múlva, ami a pálya és az egyenlítő hajlás szögétől is függ, a roncsfelhő már szinte teljesen egyenletesen oszlik el egy adott magasságban húzódó gömbhéj alatt. A több ezernyi roncsdarab most már műholdakat is veszélyeztet. Bármelyik újabb katasztrófát okozhat. Amikor tehát egy roncsdarab tönkretesz egy másik műholdat, akkor sok ezernyi újabb töredéket hoz létre, majd azok mindegyike újabb műholdakat semmisíthet meg. Igazi lavina hatás, millió számra keletkeznek egyre újabb roncsdarabok. A tudósok Kessler-effektusnak nevezik ezt a jelenséget. A lényege a következő. Ahhoz, hogy a Kessler-effektus bekövetkezzen, át kell lépni egy határt, egy küszöbértéket. Ma még nem tudni biztosan, hogy már túl vagyunk-e a küszöbértéken, vagy sem. Az viszont nagyon is fontos, hogy bármit teszünk ellene, még ha teljesen leállítjuk is az űrrepüléseket, és nem viszünk több műholdat a világűrbe, a Kessler hatás akkor is exponenciálisan fogja növelni az űrszemét mennyiségét. Tehetetlenek vagyunk ellene. Két műholdromboló kísérlet tovább súlyosbította a helyzetet. 2007-ben Kína rakétával robbantotta fel az egyik saját időjárási műholdját. Egy ilyen cselekedet komoly merénylet az egész űrhajózás ellen. És nem a kínaiak az egyetlenek, akik hasonló kísérletet végeztek. Az oroszok és az amerikaiak is megtették a 70-es, 80-as években. Mindazonáltal ők a sűrű légkörhöz jóval közelebbi célpontokat választottak. A megoldás módja volt rossz. Az, ahogyan az ütközés pályáját megválasztották ehhez a kísérlethez. Jószerével nem is lehetett volna rosszabb, hiszen ez a pályaszint már működő műholdakkal és korábbi felbocsátás maradványaival volt tele. Igazán nem volt bölcs döntés végrehajtani egy e-fajta kísérletet. A kínaiak számára csodás teljesítmény volt, hogy lelőtték a Fengyungot, a saját időjárási műholdjukat. Arra számítottak, hogy ezzel majd megmutatják az amerikaiaknak, hogy Kína képes amerikai műholdakat megsemmisíteni. Az űrkutatási szakma felháborodott. Hogy miért? Mert egy csapásra 40 ezer új roncsdarab keletkezett. Ezek még nagyjából 1000 évig maradnak fönt az űrben, és az alatt sok más műholdat tönkre tehetnek. De miért maradnak meg ilyen sokáig a roncsdarabok? Nos, ez a meteorológiai műhold 850 km magas pályán keringett. Ebben a méretarányban az nagyjából ekkora távolság. Ilyen magasságban a légkör már annyira vékony, hogy nem fékezi le eléggé a roncsokat. Ezért körülbelül 1000 év kell, mire teljesen elégnek. 9 hónappal később az amerikaiak visszavágtak, elpusztították egyik saját katonai műholdjukat, de ezt 200 km-es magasságban tették. Ekkora magasságban a légkör már annyira sűrű, hogy a roncsok 2-3 hónapon belül lejjebb szállnak és elégnek benne. Az akció egyfajta burkolt üzenet volt. Mi is megtehetjük. Ha a roncsdarabok belépnek a légkörbe és ott elégnek, akkor minden rendben. Némelyik roncsdarab viszont eljut a föld felszínig. Ahhoz, hogy valami túlélje a Föld légkörébe való belépést, részben a tárgy tömegétől és anyagától is függ. Erre az a tapasztalati szabály, hogy minden egy tonnánál nehezebb tárgynak lesznek olyan töredékei, amelyek biztosan Földet érnek. Ilyenek például a rakéták utolsó fokozatai, vagy a különösen nehéz műholdak.
Minden nap előfordul, hogy visszajön valami a légkörbe. Nem is csoda, hiszen 18 ezer objektumról tudunk, ami évente több száz belépést jelent. Heti egy, más szóval évente 50 olyan eset adódik, amikor egy tonnát is meghaladja a tömege, ami azt jelenti, hogy a tárgy legalább részben túlélheti a visszatérést. Különösen, ha hőállóanyag is van rajta, például titán vagy rozsdamentes acél, amit gyakran használnak a hajtóanyag tartályokhoz. És tényleg ez történik. Ezeknek a tartályoknak a maradványai gyakran egészben ér a földet. Szerencsére eddig még senki sem sérült meg tőlük. Arra meglehetősen kicsi az esély. Az a tárgy, ami nem tér vissza az űrből, évekig, évtizedekig kering a bolygón körül. Nem csak a polgári űrhajózás figyeli ezeket, hanem az amerikai katonaság különleges egysége is. 700 ezer puskagolyónál nagyobb méretű objektumunk van. Ezek közül csak 18 ezeret lehet nyomon követni, amelyeknek a mérete legalább akkora, mint egy focilabda. Ellenkező esetben nem látnánk őket a Földről. Az amerikaiaknak van egy olyan rendszerük, amit eredetileg a ballisztikus rakéták ellen terveztek, de ma is létezik. Ennek jótékony mellékhatása, hogy nagyon jó információkat kaphatunk vele lényegében mindenről, ami a Föld körül kering. Ezeket rendszeresen gyűjtik. Az adatokat velünk is megosztják, és használhatjuk őket a kitérő manőverekhez. Más szóval ezt a 18 ezer tárgyat könnyen elkerülhetjük. Az Európai Űrkutatási Szervezet, az ESA műhold irányító központja Darmstadtban működik. Itt tervezik meg és innen vezérlik a kitérő manővereket. A veszély csökkentésének mégis az a legjobb módja, ha nem hagyunk hátra semmi szemetet. Nagyon hasznos, ha sikerül elkerülni a robbanásokat, ami az utóbbi években igazán hatékonyan sikerült. A műholdakat pályára helyező, rakétákat üzemeltető szervezetek is vizsgálják, hogy mitől hajlamosak a rakéták az út végén felrobbanni. Vannak óvintézkedések. Például teljesen elégetik az üzemanyagot, vagy a szelepek megnyitásával kiengedik a világűrbe, ami megmaradt. A küldetés végén kimerítik a fedélzeten maradt összes szunnyadó energiaforrást. Ez épp úgy vonatkozik a rakétákra, mint a műholdakra is. Az új indítású műholdak hamarosan már mind teljesítik ezeket a követelményeket. Sokkal olcsóbb, ha már kezdetektől fogva úgy építenek meg egy műholdat, hogy kevesebb roncs maradjon utána, mintha később robotokkal hozzák vissza a maradványokat. Ennek dacára a következő években jelentősen nőni fog az ütközések száma a világűrben. Hogy is van ez? Ki a felelős az ütközés által okozott károkért? Először is bármelyik műhold üzemeltető tetszőleges pályát választhat magának. Korlátok nincsenek. Ráadásul a műholdak nem tudnak maguktól pályát változtatni, legalábbis rendszerint ez a helyzet. Szóval, ha egyre több műholdunk van, akkor előfordulhat, hogy két műhold megközelíti egymást, sőt, egymásnak ütközik, de általában nem történik ilyen. A műholdak rendszerint több ezer kilométeres távolságra vannak egymástól. Az ütközés esélye tehát rendkívül csekély. De mivel az ütközést senki nem tudja megakadályozni, minden üzemeltető maga viseli a károkat. Különben is. Képzeljük csak el, hogy holmi apró csavar repked szabadon a világőrben, és tönkretesz egy műholdat. Hogyan derítsük ki, hogy honnan jön ez a csavar? Az már más történet, ha egy műhold lezuhan és a Földön kárt okoz. Ilyenkor az a nemzetközi jogi helyzet, hogy a gyártónak, pontosabban a gyártó országának kell állnia a károkat. A kockázatelemzés érdekében a tudósok új stratégiákon dolgoznak. Az egyik a döglött műholdak visszahozása lenne. Ezek a tárgyak nagy sebességgel száguldanak. A begyűjtő űrjárműnek tehát föl kell vennie ugyanazt a tempót, hogy utolérje, és utána be kell fognia. Jó pár ötlet született már a műholdak vagy nagy roncsdarabok befogására. A begyűjtő például fogukkal markolná meg az elromlott műholdat. Vagy hálóval fognák be az űrhulladékot, és szállítanák el a Föld felé. A tudósok képzelete nem ismer korlátokat. Mi
Egy meghajtó modult lehetne az objektumra csatlakoztatni. Aztán begyújtanák a modul fékező hajtóműveit, és a kiégett fokozat a modullal együtt lezuhanna a földre. Ha a pálya kisebb magasságban van, akkor a rakéta fokozatra ballont rögzíthetnek, amit felfújnak. A ballon nagy keresztmetszete növeli a légellenállást, és ezáltal lerövidíti a föld körül keringő fokozat élettartamát, így az hamar lezuhan. Más ISA tanulmányok szerint a halott műholdra vitorlát erősítenek, ami utána kibomlik az űrben. Az így megnövelt légellenállás letéríti a pályáról a műholdat. Részecskékkel is lehetne bombázni a műholdat, hogy azok alacsonyabb pályára tolják, ahonnan már a föld vonzása is visszahozza. Sajnos ezek az ötletek műszakilag bonyolultak és jogilag is kétségesek lehetnek. A saját műholdamat természetesen lehozhatom, de nincs jogom eltávolítani más országok tulajdonát az űrből. Az űrből valaha lehozott legnagyobb mesterséges égitest az orosz Mir űrállomás volt. A Mir 1986-ban indult, és 2001-re fejezte be a működését. Az állomás kiürítése után az oroszok nem akarták otthagyni föld körüli pályán ezt a 124 tonnás fém hulladékot. Gyakran kérdik, miért nem lehet örökké fenntartani odafönt egy ilyen űrállomást? Nos, akárcsak az autók, az űrállomások élettartama is véges. Egy autó körülbelül 15 évet bír, az űrállomás 15-20-at. A Mir élettartamát 7 évre tervezték, de 15 évig kitartott. És higgyék el nekem, hogy a végén már rendesen bűzlik egy ilyen szerkezet. Belülről egészen bepenészedik, már csak azért sem működhet tovább. De hogyan hozzuk vissza? Azt nem hagyhatjuk, hogy simán csak lezuhanjon. Előbb-utóbb persze minden űrállomás lezuhan. Egyszerűen azért, mert az a csekély légellenállás is lassan lefékezi. De ha egy űrállomás irányítatlanul zuhan a földre, akkor még eltalálhat egy várost, és akár több millió embert is megölhet. Ez tűrhetetlen. Ezért hozzák le az űrállomásokat mindig a csendes óceán közepére, ami a föld felszín csak nem felét lefedi. Pontosan ez történt a Mirrel is. A Mir a szovjet űrhajózás egyik legnagyobb sikere volt. Mielőtt megépítették volna a nemzetközi űrállomást, ez volt az emberiség egyetlen előretolt helyőrsége az űrben. 10 év alatt állították össze modulokból a világűrben, és folyamatosan bővítették. A Szovjetunió felbomlása után már a nyugati űrkutatási szervezetek is igénybe vehették ezt a páratlan kutatóbázist. Igazán otthonos volt. Olyan hely, ahol hihetetlen dolgokat éltünk át. Először jártam az űrben. Közösen dolgoztunk, és fantasztikus feladatokat végeztünk, remekül együttműködve a két orosz kollégámmal. Mindig eszembe jutnak azok az emlékek. És akkor azt mondja az ember, milyen kár, most elégetik a föld légkörében. Oroszország jóval a tervezett élettartamán túl is képes volt működtetni az állomást. Az új nemzetközi ISS űrállomás megépítése viszont a Mir végét jelentette. Az oroszok nem tarthatták fent tovább. Mire a Mir tervezett megsemmisítésére 2001-ben sor került, az űrben közben már gyarapodni kezdett a nemzetközi űrállomás, és nem volt elég pénz mindkettőre. A Mirt tehát irányított manőverrel lehozták az égboltról, annak dacára, hogy még teljesen működőképes volt. Az orosz kollégák nagyon szomorúak voltak, amikor ez történt. Ha magára hagyták volna, akkor az űrállomás pár év múlva irányíthatatlanul hullik a földre. A méretei miatt sok darabja roncsa túlélte volna a légköri zuhanást. Az oroszok ezért az amerikaiakkal és az európaiakkal közösen dolgoztak a lehozásán. Ha egy űrállomás irányítatlanul zuhan le, az hatalmas kockázatot jelent. Akkoriban az oroszok viszont már nagyon nyitottak voltak. Nemzetközi szinten is elérhetővé tették a kockázat elemzéshez fontos információkat. Adatokat is szolgáltattak, például megadták az európai radaroknak a pályakövetési adatokat. Ezt az amerikaiak is megtették, hiszen minél pontosabbak a pályamegfigyelések, annál jobban, precízebben meg lehet határozni azt a területet, ahová az űreszköz majd becsapódik. 2001. március 23-án megkezdődött a bonyolult manőver. Az űrállomáshoz dokkolt Progress teherűrhajó pontosan kiszámított hajtómű löketével először is alacsonyabb pályára hozták le a Mir űrállomást.
Az oroszok összesen három fékező manőverrel hozták le a Mirt. Az első négy fordulattal a visszatérés előtt volt, aztán a második hárommal a belépés előtt. Ezután tartottak egy fordulatnyi szünetet a kiértékeléshez. Az utolsó keringés során a külön ecélra több hajtóanyaggal feltöltött Progress nagy erővel végrehajtott még egy fékezést. Így került rá az állomás a visszatérési pályára, ami végül teljesen biztonságos helyre hozta le. A Mir a csendes óceán fölött lépett be a földi légkörbe. Darabjaira szakadt. Maradványai lángolva égtek porrá az égen. Roncsai 1500 kilométer hosszan szórták meg az óceán lakatlan részeit. Sikerült a művelet. Ám az űrhajózást nem csak a roncsok veszélyeztetik. Számos más veszély is leselkedik ránk a földi légkörön kívül. Tudni kell, hogy az űrutazás nem egy egészségkúra, odafönt fokozott sugárzásnak van kitéve az ember. Kétségtelen, hogy pár százalékkal megnöveli a rák kockázatát. Eddig olyan kevés űrhajósunk van, hogy még nincsenek megalapozott statisztikák arról, mi történik az emberi szervezettel. A Mirre vagy a nemzetközi űrállomásra tett hosszú távú expedícióknál erősebb sugártelherés várható, de ezzel mindenki tisztában van. A tartós űrrepülések egyik célja, hogy mekkora ez a terhelés. Az amerikai Scott Kelly összesen 520 napot töltött az űrben, többet, mint bármelyik más NASA űrhajós. Felkészültem rá, hogy nagyjából 14 hónapig leszek távol, ami eléggé hosszú idő. Itt hagyom a Földön a lányaimat és a házamat. Szóval ezúttal kissé embert próbálóbb lesz a feladat. Kelly az amerikai haditengerészet pilótája volt, épp úgy, mint Iker testvére Mark, aki 6 perccel öregem nála. Scott Kellyt a bátyjával együtt válogatták be 1996-ban a NASA űrhajósai közé. 2015 márciusában kezdődött el tartós küldetése az ISS fedélzetén. Kelly egy Soyuz űrhajóval jutott föl az űrállomásra a Bajkonúri orosz űrkikötőből. Az űrállomást már elég jól ismerte, hiszen 6 hónapot töltött el ott egy korábbi misszió során. Ezúttal viszont 381 nap vár rá a világűrben. Küldetése nem veszélytelen. Testét egy teljes évig folyamatosan bombázza majd a kozmikus sugárzás. Ez annyi idő, ami egy Mars repüléshez is elég. A NASA épp ezért akar több információt szerezni erről. Valamikor majd elutazunk a Marsra, és az űrállomáson megvan a felszerelésünk ahhoz, hogy a tartós űrrepülések kérdéseit tanulmányozzuk. Scott Kelly több mint egy évig él és kutat az űrállomáson. A legfontosabb kísérleti alany ő maga, és az Iker testvére Mark, aki összehasonlítás céljából idelent maradt a Földön. Milyen hatása lesz a kozmikus sugárzásnak Scott Kelly szervezetére? Miben változik teste a súlytalanság egy éve alatt? Hogyan szembesül az ember egy ilyen hosszú űrrepülés szellemi terheivel? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a NASA. Mi alatt viszont Kelly az űrállomáson tartózkodik, legalább a Földet láthatja. Ám a Mars felé vezető utazásukon egy jövendő expedíció tagjai nem látnának egyebet, csak a világűr sötét pusztaságát. Az űrhajós ikerpár Scott és Mark Kelly vizsgálata a bolygóközi utazások előkészítését segíti. Az embert kétféle veszélyes sugárzás érheti a világűrben. Először is ott vannak a galaktikus kozmikus sugárzás, röviden GCR részecskéi. Kis számban még vasatomok is lehetnek köztük, amelyek egy szupernova robbanásban jöttek létre valahol az univerzumban, aztán közel fénysebességgel bombáznak minket. Hogy mit tesznek az emberi szervezettel? Mélyen behatolnak a testbe, és úgynevezett másodlagos sugárzást keltenek. Valóságos proton és neutron záport, ami roncsolja a GCR-t.
génjeinket, a DNS-einket. Később ez rákot okozhat. Ennek eredménye, hogy csökken a várható élettartamunk. Egyébként mennyire komoly ez a hatás? Nos, körülbelül 100-szor erősebb a Földön tapasztalhatónál. Emellett létezik még egy másik fajta sugárterhelés is. A napflérektől eredő protonsugárzás, ami napkitörések hatására szabadul ki a világűrbe. Egy szóval, ha ott távol van a nap, akkor a protonok teljes adagja eltalál. Ezek másodpercenként 4-5-600 kilométeres sebességgel terjednek, és szintén rákot okozhatnak. Itt is igaz, hogy körülbelül 100-szor nagyobb sugárterhelés ér, mint a Föld felszínen. E téren az űrséták különösen veszélyesek. A szkafander nem véd a kozmikus sugárzás ellen. Az űrhajós tehát csak korlátozott ideig tartózkodhat a nyílt világűrben. Az első ember, aki kilépett a világűrbe, Alexej Leonov volt. 1965-ben az űrhajójából kimászva szabadon lebegett a Föld felett. Csak az űrruha vékony köldökzsinórja kötötte össze az űrhajóval. Az első amerikai, aki kilépett az űr végtelenjébe, Edward White volt. Őt is csak a szkafander vékony anyaga védelmezte. Űrruha nélkül az ember nyilván hamar meghalna. Persze nem pukkad úgy szét, ahogy azt a filmek ábrázolják. Viszont a nyomáshiány miatt a vére forrni kezd. De végül mégis az oxigénhiány miatt fullad meg a végtelen ember a világűrben. Épp ezért fejlesztik folyamatosan tovább a szkafandereket. Több rétegből áll az űrruha. Aramid szálakat használnak, és egy alumínium réteg is kerül bele. Az űrruhának ellenséges környezetben kell megúvnia a viselőjét, ezért is szabályozza a hőmérsékletet. Az űr szélsőséges hidegében felmelegíti az űrhajóst, és lehűti, ha erősen tűz a nap. Gondoskodik az oxigénellátásról, és miközben egyenletes szinten tartja a nyomást, eltávolítja a kilélegzett széndioxidot. Emellett fenntartja a kommunikációt is a külvilággal. Az asztronauták erősen netvszívó alsóneműt is viselnek, a féle felnőtt pelenkát minden esetőségre. A szkafanderbe öltözött űrhajós több órára is függetlenné válhat a fedélzeti rendszerektől. Bizonyos értelemben saját mini űrhajója van. Egy űrruhának nem csak abszolút légmentesnek és ellenállónak kell lennie, de az űrhajós szabad mozgását és zavartalan munkáját is lehetővé kell tennie. Csak egy valamitől nem képes megvédeni, és az a kemény sugárzás. A klasszikus űröltözék nem nyújt védelmet a sugárzás ellen, mert akkor ólomból kellene készülnie. Azokban pedig meg sem lehetne mozdulni. Egy űrséta 5-6 óra hosszat tart, tehát elég csekély a sugárzás kockázata. Az Atlanti óceán fölött nap mint nap átrepülő pilóták valószínűleg nagyobb sugárzásnak vannak kitéve egy egész év alatt. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy mindig a dózis számít. Ez attól függ, hogy milyen erős a sugárzás, és mennyi ideig érte a testemet. Ha az utóbbi elég rövid, akkor minden rendben van. A legveszélyesebb sugárzás a napból ered. A napkitörések során életadó csillagunk nagy energiájú részecskék tömegét löki ki magából. Kemény sugárzást, ami nem csak a rádiózást zavarja, hanem az űrutasok életét is veszélyezteti. Ezek a kitörések a Földről is könnyen megfigyelhetők. A napfizikusok különleges távcsöveikkel tanulmányozzák a napot. Az egyik legmodernebb műszer a Tenerife-n található Gregor, amit a Kopenhager Napfizikai Intézet működtet. A Földet bolygónk mágneses mezeje védi meg. Az űrben viszont az ember védtelen a kemény sugárzások ellen.
Közben részecskék is felszabadulnak és áradnak ki az űrbe. Ha például a holdutazások során pont rosszkor jött volna egy napkitörés, akkor még több terhelés érte volna az űrhajósokat. Szerencsésnek mondhatják tehát magukat, hogy ez nem történt meg. Ezzel és az összes többi kockázattal együtt ők mégis vállalták a veszélyt. Valójában, ha összeszámláljuk a holdutazás kockázatait, azt kell mondanunk, hűha, ez lehetett volna sokkal rosszabb is. A napkitörések nem jelezhetők előre. Néha a nap egészen nyugodt. Máskor hatalmas robbanások következnek a csillagunk felszínén, és temérdek anyag kerül ki a világűrbe. Hogyan keletkeznek a naplérek? Milyen kárt okozhatnak a Földön vagy az űrben? Tudjuk-e idejében figyelmeztetni az űrhajósokat? Nos, a flérek a napkitörésekkel jönnek létre. A napfelszínen megjelenő kitörés elemi részecskék áradatát zúdítja a világűrbe. Általában 800 km per másodperces sebességgel száguldó protonokat. Ezzel a tempóval tartanak a Föld felé. Szerencsére létezik riasztás, hiszen maga a kitörés távcsővel jól látható. Külön műholdas rendszerek is léteznek e célra. Ott van például a Soho műhold, ami kizárólag a napot figyeli. Ha feltűnik egy napkitörés, akkor a fény 8 perc alatt ér el hozzánk. Maga a napszél viszont, ami a részecskéket hozza, csak 2 nap múlva, tehát 2 nappal előre riadóztathatunk. A világűrben keringő műholdakat olyan pozícióba kell állítani, hogy ne érje a napelemeiket közvetlen behatást. Ha így állnak, akkor igen, ha így, akkor nem találja el őket teljes erővel a sugárzás. Az űrállomást is hasonló helyzetbe állítják. Amint megérkezik a viharos napszél, a földi mágneses mező erővonalai a sarkvidékek, Kanada, Norvégia, Svédország fölé terelik. Tehát van riasztási időnk, és ez azt jelenti, hogy viszonylag csekély szinten tarthatjuk a károkat. Az űrrepülés mindazonáltal veszélyes vállalkozás marad. Továbbra sincsen hatékony védelmünk a napkitörések és a kozmikus sugárzás ellen. Az űrsétára induló űrhajósok tudatában vannak a veszélynek. Ez is az univerzum része. Közben persze csökkenteni próbáljuk a kockázatot. A világűr tele szemetelése viszont a saját sarunk. Csak időkérdése, hogy a repkedő törmelék mikor talál el újabb műholdakat. A világűrben egyre gyarapodik a roncsok mennyisége. Egy valamit tehetünk csak, hogy megkeressük és figyeljük őket, remélve, hogy nem lesznek újabb katasztrófák. Az emberiség a műholdak rabja lett. Könnyebbé teszik az életet és segítenek megérteni bolygónk folyamatait és változásait. Ez azonban most komoly veszélybe került. Minden újabb föld körül keringő roncs a modern élet vívmányait veszélyezteti. Az űrbeszennyezése globális kérdés. A világűr nincs felosztva az országok között, hogy ki a sajátját szennyezze. Minden ütközés globális szennyezést eredményez. Végső soron mindannyian részt veszünk ebben, tehát mindenkinek takarítania kellene. Az űrhajózásban nehéz alkalmazni a károkozó felelősségi elvét. Tehát az összes űrkutató államnak részt kéne vállalnia, és intézkednie kellene. Elsősorban megelőzésre lenne szükség. Minden műholdakat üzemeltető szervezetet, vagy bárkit, aki indítani akar valamit, letét fizetésére lehetne kötelezni, amit csak akkor kap vissza, ha rendben lehozza az űreszközét. Szerintem ez lenne a helyes megoldás. De erre még nincsen nemzetközi megállapodás. Az űrszemét veszélyes, ehhez kétség sem férhet. Azt hiszem, sikerült világossá tenni, hogy akár egy körömpiszoknyi részecske is szétrombolhat egy egész műholdat. És ilyen törmelékek milliói röpködnek odafent. Ma még nem olyan nagy a veszély, legfeljebb 15 évente pusztul el így egy-egy műhold, de a kockázat egyre nő, mert csupán a Kessler hatás miatt is egyre több űrszemét kering odafent. Mit tehetünk tehát? Nem csak a szemetelést kell elkerülni, hanem a régi roncsokat is el kell távolítani, amelyek fokoznák a Kessler hatást. Ez nem önös érdek, hanem mindazoknak is a javára válik, akik műholdakat szeretnének működtetni, vagy űrutazást tennének. A dolog persze nem olcsó, de fizetni senki sem akar.
A bolygón körüli pályák régi a modern infrastruktúra részei. Az űr ma is veszélyes, az emberre és az eszközeire egyaránt. Nem a természet, hanem inkább az ember az ok. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.